Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 1-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Itt láthatjuk a holdat. A hold uralkodik az érzések felett, a vágyak felett, az álmok felett, tehát neki megvannak a vágyai, az álmai veletek kapcsolatban, de az elvárásai is. Mert ő inkább visszahúzódó, és arra vár, hogy ti jelentkezzetek nála, vagy ti beszéljetek érzésekről. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt ez a varázsló varázslatot mutat, egy mágikus kapcsolatot, egy mágikus vonzó erőt köztetek, és ő ezt érzi is. Mit közöl veletek? Ezt mutatja itt ez a tolvaj. Ha egy tolvaj jön, akkor ott elveszik valami. Az lehet, hogy itt bűncselekményről van szó, és ő ezt elmondja, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és ez a tolvaj azt szimbolizálja, hogy ő fél attól, hogy elveszít benneteket. Ezért fontos számára, hogy ti nyitottak legyetek, mert neki ez egy olyan megnyugtató érzés. A napi kártya azt mutatja itt, emlékszel még arra szép időre a múltból. Tehát ő nagyon romantikus. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy más jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszonthallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszonthallásra!